Szeretettel és tisztelettel köszöntelek benneteket. Örülök, hogy megtiszteltek a figyelmetekkel ezen a mostani szombat délelőttön is. Remélem, hogy így halljátok, látjátok, és viszonylag éles a kép. Felolvasom majd, és YouTube-on esetleg utána még egyszer visszanézhetitek akár az ismétlés kedvéért is, ha úgy tetszik. Láthattátok ugye az előzetesben, hogy ezzel a címmel hirdettem meg a mai témánkat. Elárulom, hogy eredetileg csak az alsó része a címnek volt a főcím, tudnék a közös ismerős, akiről beszélni szeretnék. Aztán úgy gondoltam, hogy egy kicsit orientálom azokat is, akik talán a Bibliában nem járatosak, nem annyira nyitottak ezekre a dolgokra, esetleg cím alapján keresnek, például a YouTube-on, és az ő kedvükért ideírtam azt, hogy mivel összefüggésben szeretnék a közös ismerősről beszélni, tudnék, hogy ne légy egyedül a karantén idején. Szokás szerint mutatnám egy kicsit felidézve azt, hogy eddig milyen utat jártunk be itt a karantén alatt. Ugye szó volt Isten jóságáról, az ebből fakadó gondviseléséről, a félelmek kezeléséről, a kegyelem értékéről. Szó volt arról, hogy igen, elveszük a kegyelmet, de azután mi következik, van-e, lesz-e, szükséges-e változás. Legutóbb arról volt szó, hogy az Úrra várva jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig, ugye ez volt az alapigénk. Azt láttuk, hogy lehet jó dolog a várakozás is, feltéve, ha tudom, hogy kire várok, és hogy neki mindig van megoldása. Ugye erre konkrét példákat is hoztunk, Mózes és Dávid itt a sok közül, akit kiemelek megint, akik olyan szó szerint életveszélyt jelentő helyzetekben is tudtak nyugodtak maradni és Istenben bízni, ahol senki más nem tudott volna talán, vagy nagyon kevesen. És nem azért voltak bizakodók, mert ők tudták azt, amit a többiek nem tudnak tudni, hogy mi lesz a megoldás, hanem azért voltak bizakodók, mert ők tudták és ismerték azt, hogy ki hozza a megoldást, és ez nekik elég volt ahhoz, hogy nyugodtak maradjanak. Talán emlékeztek is erre, hogyha velem voltatok itt a múlt alkalommal. Bocsánat, egy gyors ellenőrző pillantást vetek erre. Hát talán kivehető, igen. Haladunk akkor tovább a mai témánkra. A mai alapigénk, ahogy azt meg is előlegeztem már, hogyha láttátok az ajánlót, Péter leveléből való, az első levélből, az első fejezet 8. verse így hangzik. Akit noha nem láttatok, szerettek, akiben noha most nem látjátok, de hisztek benne, kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeztek. Ez tehát a mai alapigénk, és ennek a jegyében, ennek a mentén szeretnénk végig gondolni fontos dolgokat. Nem tudom, hogy így akár első olvasás, nem tudom ki hanyatszor találkozik ezzel az igével, megjegyzem, a sokszori olvasás nem mindig jelent abszolút előnyt, mert sokszori olvasás után talán már nem úgy hat, mint elsőre. Ne érezze magát senki hátrányba, aki talán viszonylag frissen ismerkedik ezekkel az igékkel. De akár első olvasásra is feltűnhet, hogy Péter apostol egy olyan kérdésre ad nekünk választ, ami nagyon sokak kérdése szokott lenni, küzdelme, egyeseknek kifogása is. Tudnék az, hogy egy olyan Istent, akit soha senki nem látott, és nem is lehet látni, mert a Biblia is ezt mondja, egy ilyen Istent meg lehet-e ismerni? Ha egyszer nem láthatom, akkor hogyan győződhetek meg a létének a puszta tényéről, és még hogyha erről meg is tudok győződni, akkor még mindig hátra van az, hogy de milyennek kell őt elképzelnem. Félnem kell tőle, tartanom kell tőle, milyen az ő kiléte, milyen az ő személye. Ugye tudjátok, azt van ez a mondás a világban, hogy hiszem, ha látom. Ennek van egyfajta logikája, de más a logikája, mint a Bibliáé. Pál apostol azt mondja, hogy hát amit már látsz, azt minek hiszed? Hát amit látsz, az már tény, ahhoz nem kell hit. A hit ahhoz kell, mikor nem látsz valamit, de mégis meg vagy győződve a valóságáról, a valóság tartalmáról. És nagyon érdekes, hogy Péter is hangsúlyozza ezt a látni-nem látni kérdést, ha megnézitek. Azt mondja, hogy akit noha nem láttatok, mégis szerettek. Tehát lehet egy olyan valakit szeretni, akivel még nem találkoztunk, nem is láttuk. Benyomásunk sem volt róla, legalábbis ilyen értelemben. Aztán folytatja, hogy akiben noha most nem látjátok, figyeljük meg, hogy ugyanaz az ige, de eltérő ige idő, tehát korábban sem láttátok, most sem látjátok, mégis szeretitek, sőt hisztek benne, sőt, nem csak hisztek benne, hanem kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeztek. Ugye ez nagyon különös, hogy
az apostol azt mondja, hogy tehát egészen tudatosan kétszer is hangsúlyoz valamit, ami nekünk probléma, hogy nem látni az Isten, nem látjuk őt, nem lát, sokan nem láttuk Krisztust, mi vagyunk többen, ugye csak a kortársak látták viszonylag kevesen. És azt mondja Péter apostol, mint egy nyomatékosít, hogy igen, ez a helyzet, és ennek ellenére az a helyzet, hogy lehet őt szeretni, lehet benne hinni, és ez a kapcsolat az életetekben örömöt tud hozni. Az is érdekes, ugye, hogy egy olyan valaki írja ezt, aki azért találkozott vele, aki látta őt, aki 3,5 évig vele járt és a tanítványa volt, és egy olyan valaki írja ezt, olyan valakiknek írja ezt, akik viszont a címzettek vélhetően többségükben, túlnyomó többségükben ebben a helyzetben voltak, amit ő itt leír. Tehát egy más helyzetből írva is bátorít és megállapít, figyeljétek meg, hogy nem azt mondta, hogy igaz, nem láttátok, de szeressétek, most nem látjátok, de higgyetek benne, és majd meglátjátok, hogy örömetek lesz, hanem Péter apostol múltidejű megállapításokat alkalmaz, azt mondja, hogy igaz, hogy nem láttátok, de szeretitek. Hát ennyiben múltidő, hogy befejezett, tehát, hogy itt vagyunk, szeretjük. Hisztek benne. Tehát megérkeztetek a szeretetbe, megérkeztetek a hitbe annak dacára, hogy nem láttátok őt. Vagyis nagyon is megismerhető, nagyon is szerethető, és nagyon is lehet hinni benne. Azt mondja, hogy ha megismertük őt, akkor örömünk lesz benne, ez egy pozitív tapasztalat lesz a számunkra. Biztos nektek is van olyan emberi tapasztalatotok, hogy nem minden ember megismerése hoz örömet az életünkbe, de biztos van olyan is, hogy igen, tehát nagyon örülsz valakinek, hogy megismerted, mert tiszteled, becsülöd, így is mondhatom, hogy hozzáad az életedhez, pusztán az ismeretség által ez a személy. Nagyon fontos ez a bátorítása az apostolnak, és éles ellentétben áll azzal, amiről gyakran hallotok, esetleg küzdötök is vele sokan, feltételezve azt, hogy annak is nézik, akik még nem gyakorló hívők mindezt. Tudnélik, hogy sokan azzal küzdenek, hogy nem is megismerhető talán az Isten, sokan pedig azzal küzdenek, hogy ha mégis, tehát szóba állnak ezzel, esetleg valamilyen szinten tapasztalták is, de ott van az, hogy akkor lehet, hogy félni kell tőle, mert lehet, hogy olyan az Isten. Erre válaszol Péter apostol ebben az ígében, és annyit tennék csak hozzá, hogy tényleg kinek az érdeke lehet az, hogy mi ne álljunk szóba az Isten megismerésének a lehetőségével, vagy ha mégis, akkor legyen bennünk egy szorongás, hogy de ki lesz ez, akit mi meg fogunk ismerni. Hát nyilván az ellentétes hatalomnak, Isten ellenségének, Sátánnak ez az érdeke, hogy ilyen módon is tartsa távol az embereket attól a szemétől, aki szereti őket, és aki segíteni akar nekik, meg akarja oldani a jelen életüket, és meg akarja menteni őket az örökké valóság számára is, tudnék bennünket. Azt azért hozzá kell tenni, ha már az ismeretségről és a megismerésről van szó, hogy az ismeretségeknek, egymás megismerésének vannak fokozatai, mértékei. Biztosan ti is tudjátok, tapasztaltátok, hogy egy fontos kérdés, hogy mióta ismerjük egymást. Vannak a régi ismeretségek, vannak a katonabarátságok. Most jut eszembe, mikor a vázlatot készítettem, nem jutott eszembe. Általában a régóta meglévő kapcsolatok, amiket hát ezek szerint valamilyen szinten mégiscsak ápoltak, egy szorosabb közösséget hoznak létre, és egy szorosabb közösséget feltételeznek viszonylag. Aztán van egy másik szempont az idői tényezőn túltunik, hogy milyenek az alap adottságaink, a személyiségbeli adottságaink. Van ez a latin mondás, hát sráckoromban néztem utána, jól tudom, valahogy úgy írják, hogy hogy ejtik, azt nem tudom, hogy similis simili gaudet, tehát hasonló a hasonlónak örül. Általában azok társaságában érezzük jól magunkat, akik hozzánk hasonló érdeklődésűek, habitusúak, és ennek is szerepe lehet abban, hogy mennyire tud szorosra zárulni egy kapcsolat az életünkben egy másik emberrel, vagy mennyire nem tud. Hol a határa? Aztán fontos szerepe van annak is, hogy mekkora vagy milyen mértékű a nyitottság a viszonzásra, a kölcsönösségre egy ilyen kapcsolatban. Nekem mindig nagyon érdekes és nagy tanúság, amit a Bibliában látunk, nem osztottam el a tanítványokat ezzel a történetre, ne értsétek, hogy a 12 tanítványból volt 3, akik visszatérő módon szemmel láthatóan szorosabb közösséget élveztek Jézus Krisztussal, nem egyszer kiválasztott 3-at, és magával vitte őket visszavonultságába például, és az az érdekes, hogy ez a 3,
ez nem rotált, tehát nem mindig másik hármat vett ki, hogy betartsuk a formális szabályokat, bocsánat, ezt úgy mondják modern nyelven, hogy polkorrektek legyünk, hanem azt mondta, hogy ezt a hármat választják, és ez általában ugyanaz a három volt. János, Jakab és Péter, amiből arra következtethetünk, hogy valószínűleg miközben szerette az övéit, mindvégig szerette őket, ugye, mert így olvassuk János Evangélium a 13. fejezetének az elején, volt három, akik valamilyen szempontból egy szűkebb baráti, bizalmi kört jelentettek a számára, nem tudom, hogyan fogalmazzak, és őket vonta be az ilyen alkalmakkor, és őket vitte magával. Vannak tehát fokozatai annak, hogy mennyire, hogyan alakul, tehát lépésről lépésre hogyan alakul ki egy ilyen ismerettség, egy kapcsolat, ez igaz az Istennel való kapcsolatunkra is, ennek van egy természetes útja, egy növekedése, és van egy olyan határ is benne, hogy hol áll ez meg, meddig tud eljutni. Majd a végén visszatérek arra, hogy kin múlik ez a kapcsolat, és akkor abból az is következik majd, hogy kin múlik az, hogy hol áll meg. Most azonban haladok tovább, tudnék, hogy fontosak-e a kapcsolatok az életünkben. Nem tudom, hogy vagytok vele, nagyon sok ember küzd a magányosság érzésével, nem most, tehát nem most arról beszélek, most is, arra majd egy második pontba térek vissza, most, mint látjátok. Én most először általában beszélek erről, hogy nagyon sokszor érezzük magunkat magányosnak. Egyszer valaki azt mondta, hogy ha emberek között vagy magányos, akkor az még rosszabb, mint hogyha egy lakatlan szigeten lennél magányos. Mert ha ott vannak az emberek, akkor fájdalmasabb annak a megérése, hogy gyakorlatilag fizikailag itt vannak, karnyújtásnyira vannak, egy közeg, rossz esetben, vagy nehéz esetben, nem rossz, hanem nehéz esetben egy házasság, egy család, vagy egy gyülekezet, tehát ahol azt várnád, hogy nem leszel egyedül, és mégis egyedül vagy. Ez fájdalmasabb annál, mint hogyha szó szerint kiraknak valahova fizikailag, és hát figyelj, nincs ember, nyilván magányos az ember. Talán ezen a ponton, jaj, bocsánat, az majd a harmadik pontnál szeretnék erre visszatérni. Nyilván ez a fajta magányosság érzet, amiről beszélünk, most felfokozódhat ebben a jelen helyzetben, ilyen adottságok között. Én is éppen a héten említettem meg, itt ugye mi négyen alkotjuk a családot, beszéltem a fiammal, aki magában van, Londonban egy lakásban, hogy ott lakik, ott dolgozik, az én édesanyám az Egerbe él, szintén egyedül, meg hát nagyon sokan, csak ugye nekünk ők a családtagjaink, és épp mondtam itthon a többieknek, hogy azért milyen nehéz lehet nekik, akár csak a mi közvetlen hozzátartozóinknak is, hogy ők szó szerint egyedül vannak. Tehát úgy kell megtalálják maguknak az életet, az elfoglaltságot, a programot, hogy szó szerint maguk vannak a lakásban, hetek óta mondjuk. És pont azért, mert ez egy nem kívánt érzés, egy nem vágyott érzés, vezették be például a büntetés végrehajtó intézetekben is a magánzárkának a fogalmát, ami a büntetésen belül egy büntetés. Tudnélik, még a rabok között is, ami nem egy idilli környezet, azért legyünk őszinték, én szoktam nézni erről dokumentumfilmeket, mert érdekel, még a rabok között is van valamiféle szocializáció, valami mégiscsak szólnak egymáshoz, vagy valami közeg, és az egy büntetés, hogyha ebből is kivonnak valakit, és magánzárkába zárják X időre. Vannak persze szerencsés alkatú emberek, mint az én Szabolcs barátom is, aki egyszer mondta nekem, hogy hát ő nem érti, hogy mi ebbe a büntetés, hogy magánzárka. Tudni, tényleg vannak ilyen emberek, hogy remekül el vannak egyedül, tehát őket nem lehet ezzel büntetni. De a többséget mégis igen, és mindezt azért mondtam el, hogy lássuk be, hogy fontosak a kapcsolatok az életünkben. Meg kell becsülni a kapcsolatokat, az ember-ember közötti kapcsolatot is, de akár az ember és Isten közötti kapcsolatot is, ha erre mód nyílik, ha alkalom nyílik. És itt érkezek el a következő diához, hogy az az Isten, akiről Péter írt, ugye így írtam, hogy Péter Istene, a Biblia Istene, ha ő létezik, ugye csak a rend, a forma kedvéért egy ilyen logikai kört futok, hogy tegyük fel azok kedvéért, akik esetleg még ismerkednek mindezzel, és mégis megnézik ezt a közvetítést, hogyha létezik ilyen Isten, akkor az egy rendkívüli Isten, abból a szempontból is, hogy őt nem köti a hely, és nem köti az idő. Ha valaki most egyedül van a karanténban, van egy esélye rá, hogy ne egy maga legyen egy ő, hanem két maga legyen az Istennel, bocsánat, hogy így fogalmazok, mert az Isten nincs korlátozva sem
az előírások nem korlátozzák, nem tudják meg fölösleges ismerő nem terjeszteni ezt a vírust. Tehát a járványügyi előírások sem korlátozzák. Fizikailag sincs korlát, írtam itt ugye a bibliai példákat, hogy tömlözben is meglátogatta az övéit, a kemencében is velük volt. A karantént azt én írtam hozzá egy smiley-val, hogy akkor már a karantén neki nem lesz akadály. Tehát most sem szükséges, hogy egyedül légy, akár hívő vagy, akár csak esélyt adsz a hitnek meg az Istennek az életedben, mert az Isten meg tud jelenni ilyen körülmények között is, a jelen körülmények között is az életedben, és segíteni tud. És egy további ösztönzés az, amit Péter mondott, amit itt idézek is, hogy ha vele kapcsolatba lépsz, ez nem, hogy mondjam modern módon, hogy nem rizikós, nem necces, hanem ebben garantáltan örömet fogsz találni. Péter apostol is erről beszélt. Miféle örömöt? Hát, hogy idézzem szó szerint Pétert, nagyon egyszerű, kibeszélhetetlen és dicsőült örömöt. Ugye ez a károli fordítás, én általában ezt használom. Bizonyos pontokon léteznek ennél szerencsésebb, vagy modernebb, vagy közérthetőbb fordítások, de azért ez mégis egy etalon. Most annyit hadd segítsek, hogy nyilván a kibeszélhetetlen az valamilyen régies szó, még nekem használták gyerekkoromban idős emberek is, hogy kimondhatatlan, tehát ami nagyon nagyot akartak mondani. Kibeszélhetetlen és dicsőült öröm. Ez az, amit megtapasztalunk, ha Istennel találkozunk. Mit jelent ez? Hát az, hogy valami természet fölötti öröm ez, dicsőült. Természet fölötti azért, mert olyan mértékben találkozol vele általad igényelt dolgokkal, amit általában az emberi kapcsolataid vagy nem tudnak megadni, vagy csak nagyon részlegesen tudnak megadni. Ilyen például a megértés. Hát ki az, aki nem vágyik megértésre? Ki az, aki nem vágyik oltalomra, védelemre? Nem fizikailag egyszerűen, vagy nem egy vírus ellenében, hanem úgy általában kimondhatatlanul, megfoghatatlanul, kibeszélhetetlenül, ugye ezért torpantam meg. Mindnyájunknak kell egyfajta védettségérzet, hogy gondoskodnak rólunk. Ezt keressük általában egymás oldalán, főleg ugye egy nő egy férfi oldalán, egy házasságban, egy gyerek a szülő oldalán, egy hívő ember az Isten oldalán. Próbáljuk egymásnak ezt megadni. A magunk hát korlátozott lehetőségeihez képest a legjobbat próbáljuk adni. Azt mondja a Biblia, hogy a maga tökéletességében és teljességében csak Isten tudja megadni. Itt viszont nem részlegeset fogsz kapni, hanem itt teljeset fogsz visszakapni. Ez az az öröm tehát, amire Péter apostol utalt, és azt látjuk a Bibliában is, hogy még annyira ide visszalépek, hogy még egy tömlőzbe vetve is Filippiben, a börtönben Pál apostol és a munkatársai nem érezték magukat egyedül, azt olvassuk, hogy Isten dicsőségére énekeltek, és erre feltörtént a meglátogatás, ugye a földrengés formájában formálisan megnyílt, vagy hát tényszerűen megnyílt a börtönajtó is. Isten nem hagyta őket ott sem magukra. Itt még annyit hagyd tegyek hozzá, hogy tegnap láttam egy dokumentumfilmet. Lehet, hogy nem érzitek ide vágónak, nekem az, hagyd mondjam el nektek. A YouTube-on ajánlotta fel, mikor néztem itt a tévén valamit. Aranyosi Péter, ő egy magyar humorista, és vele volt egy egyórás ilyen interjú az ő életéről, érdekes volt. És ő beszélt arról, hogy nagy rajongója volt a régi nagyoknak, mint Hoffi mondta, ugye Hoffit őt azt nem kell bemutatnom senkinek. És mondta, hogy amikor, hát bár besegített ott, bejárt dolgozni, nem tudom milyen médiába, egyszer csörgött a telefon, ilyen ügyintéző féle volt, felvette, és akkor beleszólt a másik végén, hát Hoffi. És azt mondta, emlékszek, ez a fiatal ember, hát nem annyira fiatal, elmúlt 40 ő is, a Péter, az Aranyosi Péter, hogy odaszorította a mellkasához a telefont, és mondta a többieknek, hogy a Hoffi hívott, aztán visszavette a kajdót, és akkor hát mondta a Hoffi, hogy 600 forinttal még tartozik ez a cég neki, hogy fizessék ki, tehát egy abszolút technikai jellegű hívás volt, és fogalma nem volt, hogy ki van a másik oldalon. De a Péterben az maradt meg, és mondja azóta, és őt felhívta a Hoffi. És nem megúsztok, hogy ezt idéztem, csak nekem annyira idevág, hogy mennyire tud örülni egy ember annak, hogy valaki, akit ő szeret és nagyra becsül, aki fontos neki, az véletlenül felhívta, pont ő vette fel a kajlót, és ez egy maradandó pozitív nyomot hagyott benne, hogy ő beszélt vele, úgymond őt felhívta az a nagy ember. Ha ez emberi viszonylatban is ennyire
erős hatással tud lenni ránk, és azért szerintem nektek is lehettek hasonló jellegű tapasztalataitok, hogy valaki, aki fontos, figyelt rátok, akár egy pedagógus vagy valaki, akkor mennyivel indokoltabb lenne átélni ezt az érzést és ezt az élményt az Isten és a saját vonatkozásunkban. Vajon nekünk is ilyen a kapcsolatunk az Istennel, és ekkora örömöt jelente vele az első találkozás, aztán az újabb találkozások. Olvastam egy nagyon szép idézetet a héten. A Szentlélek eljön rátok című áhítatos könyvnek az április 27-i szakaszában volt, ha jól emlékszem, de innen származik a bizonyságtételek második kötet 233. oldaláról, ahol azt írja Ellen White, hogy ha valakiben Krisztus él, nem könnyebb gátat vetni annak, hogy megvallja őt, mint a Niagara vizét megállítani, hogy ne zúduljon alá. Nem tudom, mennyire értitek a mondat értelmét, kicsit csikorgós, lehet, hogy van ennek jobb fordítása, nem tudtam már utána nézni. Azt akarja mondani, hogy ugyanolyan nehéz, ha nem nehezebb egy hívőben visszatartani azt, hogy Krisztusról beszéljen, mint hogy a Niagara vizét nem tudott fenntartani a peremen, hogy ne zúduljon le. Nekem megadatott az életben ez a kiváltság, nem cél volt, de sikerült, hogy láttam a Niagarát élőben közelről. Van benyomásom a hasonlat jelentőségéről, hogy mit jelent azt a víztömeget megállítani. Hát nem könnyű, hogy így mondjam. És Ellen White ezt a hasonlatot hozza, hogy ahogy a Niagara vizét nem tudod megállítani, ne zúduljon alá, egészséges esetben, ha valakiben Krisztus ott él, akkor ugyanúgy kívánkozik ki belőle az, hogy megvallja őt. Nem azért, mert kell, mert ez az üdvösség feltétele, mert ezt mondta a lelkész vagy a gyülekezetvezető, hanem mert ki akar jönni, ahogy a Niagara vize is érkezik utánpótlásként. Az a kérdés, hogy ez-e a tapasztalatunk hívőként? Mert ennek kéne lennie, ezen mondat szerint. Belülről kéne motorizálnia bennünket ennek az ismeretségnek, ennek a közösségnek Krisztussal, és ki kéne, hogy kívánkozzon, hogy másokkal megosszuk. Valószínűleg én sem úgy csinálom most, ahogy szeretném, de én hétről hétre azt szeretném, hogy olyanok is meghallgassák ezt, akik még eddig nem foglalkoztak ilyesmivel, és úgy szeretnék jó értelemben véve érdeklődőket, az úton elindulókat toborozni ezekkel az alkalmakkal. Ott él bennem, de lehet, hogy nem fejeződik ki eléggé. A kérdésem az az, hogy hívőként ez a mi élettapasztalatunk nap mint nap, vagy magamnak így fogalmaztam meg, hogy vannak-e még tartalékok ebben a helyzetben, van-e még növekedési potenciál, ezt így mondják ugye finoman közvetetten. Ha még úgy érezzük, hogy van tartalék, akkor az is egy kérdés, hogy akkor mi hogyan készülünk a találkozásra, mert mi nagyon nagy találkozásra készülünk, és az a kérdés, hogy mi mennyire vagyunk erre olyan értelemben felkészülve, hogy nem formai követelményeknek teszünk eleget, hanem mi már annyira rákoncentrálunk arra valakire, akivel találkozni szeretnénk, hogy már minden arról szól a számunkra. És ezzel szeretném folytatni is ezt a gondolatot, hogy mi a hívő közösség alapja. Megmondom őszintén, hogy amikor a témaválasztás mellett döntöttem, vagy beélelődött bennem, ahogy tetszik a hét első felében, főleg az áhítatos könyveket olvasva, ez volt a magja, amiről most fogok beszélni. Mert úgy érintett engem is, úgy éreztem. Tudnék, hogy milyen alapon szerveződik a mi hívő közösségünk. Most az egyes kis sejteket értem, a gyülekezeteket, hogy a közösen vallott hitelvekben vagyunk egyek a dogmákban, tehát ez a mi közösségünknek az alapja, a közös nevező, ami nem rossz, sőt szükséges, és tény, hogy kifejezik a közös értékrendünket, jó esetben még e szerint élünk is, nem csak valljuk, ugye? De ez önmagában nem több annál, mint amit ide írtam, hogy mi akkor elf társak vagyunk. Az írtam kötőjellel, hogy a rossz asszociációktól egy kicsit lecsupaszítsam ezt a megfogalmazást. Elvtársak vagyunk, ami egy szép szó magában, ez elvekben, közösen látunk, egyek vagyunk, elvtársak vagyunk. Az egy dolog, hogy már itt a Kelet-Európában egy kicsit ezt a szót körüllengi valami így önmagában. De ez igaz lenne, csak kérdés, hogy ez-e az igazi alap, ez volt-e az Isten elképzelése, vagy a kapcsolatunk alapját egy egészen más dolog, egy egészen más valaki jelenti. Tudnék azt, hogy van egy közös ismerősünk,
akivel mindnyájan boldogok vagyunk, és akiért mindnyájan oda vagyunk. Nem haragusztok a megfogalmazásért, én ezt írtam le magamnak a vázlatomba is. És ez a reláció, hogy azzal a közös ismerőssel mindnyájan egyek vagyunk, ez mindnyájunkat egy közösségbe hoz egymással. Ugye miért? Nem tudom, voltatok-e már ilyen helyzetben, hogy egy társaságban beszélgettek, és kiderül, hogy van egy közös ismerős. Most tényleg szó szerint egy emberre gondolok, hogy ő is ismer, én is ismerem. És ennek pozitív mind a kettőnk életében ez a személy. És akkor azt mondjuk, hogy jaj, de érdekes, te is ismered, én is ismerem. És te hogy ismerted meg? És akkor elkezdjük kicserélni egymással a tapasztalatainkat, és ettől rögtön közelebb érezzük magunkat egymáshoz. Van egy kapocs köztünk, egy pozitív pont. Hogy ismerted meg, hogy érted meg a vele való találkozást, milyen tapasztalataid vannak vele? Ha belegondoltok, szerintem ezek egészen hétköznapi kérdések és élethelyzetek tudnak lenni. És tulajdonképpen nincs másról szó a hitünkben sem, hogy Jézus Krisztus tekintetéről ezek a kérdések merülnek fel, hogy te hogy ismerted meg? Hogyan tértél meg? Hogy indultál el a hit útján? Milyen tapasztalatokat szereztél eddig vele? Közös bennünk, hogy az elveken túl, hogy mindnyájan ismerjük őt. Szeretjük őt. Becsüljük. Értékeljük az értünk hozott áldozatát. Úgy érezzük, hogy szeretnénk még jobban megismerni azt a valakit, aki ezt megtette mindnyájunkért. Még közelebb szeretnénk hozzá kerülni. Sőt, Úrnak is valljuk, az életünk Urának. Ebben a földéletben még nem látszik, hogy ő az Úr, a látszat csal, egyébként ő irányít, csak még teret hagy másnak is, de a mi életünkben már lehetne maradéktalan Úr, mert ez a mi hatáskörünk, hogy ezt átengedjük-e neki. Mi sokszor azt várjuk, hogy hát irányítsa a világot. Azt mondja, hogy majd ennek is eljön az ideje. Azt mondja, hogy most a te életedet szeretném irányítani, a te javadra, és nem a te károdra. Te neked nincs hatásköröd arra, hogy a világot átad nekem, azt majd én saját hatáskörből átveszem, ha eljön az ideje. A kérdés az az, hogy te önszántadból, saját hatáskörödben a saját életedet, nem a szeretteidét, nem a hittestvéredét, nem a lelkészedét, vagy éppen a gyülekezeti tagodét, hanem a saját életedet odaadod-e és átengeded-e. Bocsánat. Ez, amire ő vár, ez a mi hatáskörünk. És ha belegondoltok, akkor ez valóban közösségformáló erő tud lenni, sőt, csak ez tud igazán az lenni, a közös ismerősünk. A közös elveink jó dolgok, nem akarok rosszat mondani róla, szükségesek, de az majdnem olyan, mint egy adminisztratív lecsapódása a lényegnek, mert hát az elvek is tőle jönnek. Az elv is az ígében nyer megfogalmazást, János pedig azt mondja, hogy az íge testé lett és lakozott közöttünk, hát az is ő, hát akkor inkább az élőt választom, semmint ezt a vetületet, ezt a leképeződést. Minél többet időzünk vele, annál közelebb van magához. Ha közelebb van bennünket magához, a különböző pontokból, ahonnan indulunk, azzal egymáshoz is egyre közelebb kerülünk, és ettől megváltozunk. Elkezdünk rá hasonlítani. Még az emberi világban is van ilyen. Régen láttam cikkeket, most nem volt időm előkeresni, ilyen fotókkal mondták, hogy akik nagyon régóta együtt élnek emberek, hasonlítani kezdenek egymásra. Volt egy pár vicces fotó is valamikor, nem tudom mennyire igaz, hogy még az ember és a kutyája, akit tartott, azoknál is ilyen ismérveket értek felfedezni, hogy egy idő után elkezdenek hasonlítani egymásra. Nem akarok balgaságot mondani, de egy tény, hogy ha kívülről nem is, vagy nem is annyira, de belülről óhatatlanul elkezdünk hasonlítani egymásra és hatni egymásra. Egyébként ezért nagyvállalás minden emberi közegnek a megválasztása, legyen az baráti kör, házastársi kapcsolat, minden olyan emberi közösség, ahol az átlagnál erősebb hatásnak teszem ki magam, mármint az erejéről beszélek, még csak nem a jellegéről, pusztán a kapcsolat szorossága miatt. De ez csak egy kitérő volt. Haladni szeretnék tovább, tudnék, hogy jelen van-e akkor ez az öröm az életünkben. Mit érzékelsz ebből te? Vagyis mi? Mit érzékelünk ebből a kérdést magunknak? Szántam, csak ilyen egyesztem második személyben fogalmaztam meg. Az én közösségemnek ez az alapja? Tehát nálunk azért van valami élő kontaktus? Vagy mindjárt külön szálként növünk ki a hitelvekből, de egymással nincs gyökérszinten kapcsolatunk. Mi a mi közösségünknek az alapja? Ez, amiről eddig beszéltünk? Ezt érezhetjük mi, megválaszolhatjuk mi. De van egy másik ugyanilyen fontos kérdés, hogy mit lát ebből a világ?
Ugye van az az eset, amikor szeretnénk, hogyha azt látná, amit látnia kéne, de mi is érezzük kimondva, kimondatlan, hogy nem lehetünk elégedettek. Én most azt mondom, hogy tegyük fel egyszer magunknak a kérdést, és ettől függetlenül nem a kívánságainkat látva bele a valóságba, hogy látja-e azt a világ, hogy mi közöttünk egy másfajta összetartás van, egy másfajta kapocs. Nem csak elvek tartanak minket össze, nem csak egy szombati találkozás, hanem mi számítunk egymásnak. Minket összetart, közösségbe von, a maga szeretetével von, ahogy mondta is a Földön jártakor, egy valaki, és ettől az egymással való kapcsolatunk is más lesz. És ebben jó esetben mások is vágyakoznak beletekinteni, sőt, belekapcsolódni. Azt mondta az Úr, hogy erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok. Legszívesebben kipontoznám, és kiadnám a rövid dolgozatot, hogy mindenki fejezze be maga a mondatot. Csak nehéz, ugye, mert tudjátok fejből legtöbben szerintem, akik nézitek, hogy úgy fejeződik be, hogyha egymást szeretni fogjátok. De azért legyünk őszinték, hogyha nem lenne ott ez az ége, ha nem lenne ott ez a válasz, akkor hányan írták volna azt, hogy erről ismeri meg mindenki, hogy a tanítványaim vagytok, hogy tiszta elveket vallotok, hogy mindig a Bibliát tartjátok magatok elé, hogy szombaton gyűltök egybe, hogy készek vagytok megküzdeni az igazságért, hogy böjtöltök kétszer egy héten, és dézsmát adtok mindenből, tudjátok miért idézem ezt, és mit idézek, ugye a farizeusokra egy példa. Ennek a mondatnak nagyon sokféle befejezése van. Egyébként, ha már a farizeusokat említettem, náluk erről szólt a dolog, hogy lássák a vallásosságukat. Fennállva imádkoztak az utcán, és így tovább, és így tovább. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy ezeket a kunsztokat csináljátok. Az Úr nem ezt mondta. Ha azt hiszem, nem is egy adventista ismérvet mondott, mármint úgy értem, ami kizárólagos, vagy ami tipikus. Egy egészséges embernek, egy hívő embernek, egy keresztény embernek, még akkor is, hogyha a részletekben, az elvekben nem lát teljesen tisztán, az kell, hogy legyen az ismérve az ő Krisztus követésének, a tanítvány mi voltának, amit az Úr így mondott, hogy ha egymást szeretni fogjátok. Nem tudom, hogy hogy vagytok ezzel, hogy hányan érezhetik úgy, hogy ha őszinték vagyunk, akkor lehet, hogy az elméleti vizsgán legyen az feleletválasztós, vagy esszé, a hitelvekre nézve, elvekre nézve, ott lehet, hogy átmennénk. Az is lehet, hogy ötössel. Lehet, hogy minden gyülekezeti tag. Nem a csurgójakról beszélek, őket üdvözlöm, én most általában beszélek. De lehet, hogy miközben az elméleti vizsgán átmennénk, közben az egymást szeretni fogjátok legfőbb mérlegén és mércéjén, ott már lehet, hogy gondok mutatkoznának egy-egy gyülekezetben, egy-egy emberi relációban. És erre figyelnünk kell, mert az Úr nem azt mondta, hogy ismeret alapján fog megítélni, nem azt mondta, hogy áldozatvállalás alapján fog megítélni, hogy mit tettünk az igazságért vagy érte, hanem azt mondta, hogy az egymás iránti szeretetünk lesz a misszió eszköze is. Itt azt mondta, hogy erről ismeri meg a világ. Jó dolog a proféciákról beszélni, jó dolog levezetni dolgokat, meg bebizonyítani dolgokat, biztos van is haszna, ezt komolyan mondom, tehát nem a rendkedvéért, hogy van haszna, de az igazi változást azt attól várhatjuk az embereknél, hogy találkoznak a szerető Istennel, majd erre ki is térek mindjárt, hogy az Isten jósága az, ami minket megtérésre indít, és ennek tulajdonképpen egy logikai levezetése, vagy betülete, megint csak ezt tudom mondani, hogy az egymás közötti, a Jézus tanítványai közötti szeretet az, amire felfigyelnek az emberek. A szeretetre fogékonyak. Már hogy a meglétére. És miért? Azért, mert a szeretetből hiány mutatkozik a mi világunkban. Mindig azok a kúrens termékek, amikből nincs elég, ami hiányzik. A szeretet ebben a világban abszolút hiányzik. Nem csoda, hogy felfigyelnek rá az emberek, főleg egy olyan szeretetre, amit a mi közös ismerősünk indukál mindenkiben. Mert ez nem olyan, mint a hétköznapi felszínes, könnyen múló szeretet. Bocsánat, kérlek. Ugye, aki nem tudja olvasni, azok kedvéért mondom, hogy János evangélium a 13. fejezet 35. versét idéztem. Egy nagyon fontos kérdéshez érkeztünk el, a vége felé haladunk már, de ez az egyik legfontosabb kérdés, hogy kin múlik ez a kapcsolat, hogy létrejön-e, kin múlik ez a kapcsolat, hogy fennmarad-e. Az eddigiekből
azt remélem kiderült, hogy ez egy fontos kérdés. Tudnék, hogy meglegyen ez a kapcsolat. Ha ez fontos kérdés, ez egy fontos dolog az életünkben, akkor úgy gondolom, hogy ez a következő logikus kérdés, hogy na jó, de hát akkor mi kell lehez, kin múlik, hol kell olajozni a dolgot, hogy szokták mondani. Hát röviden annyit írtam ide a kivetítőre, hogy ő rajta biztos nem. És ezt nem a forma mondatja velem, hogy lelkész vagyok, és nekem mindig az Isten prókátorára kell lennem idézőjelbe, hanem be tudom bizonyítani a Bibliából, hogy ő rajta ez nem múlik. Jelenések 3.20-ban azt olvassuk, Jézus Krisztus szólal itt meg, hogy ímé az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, akkor bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok és ő én velem. Ez nagyon érdekes, mert egy fordított helyzetet jobban el tudnék képzelni, hogy mi kopogtatunk az ő ajtaján. Egyszerűen a helyzetből következik. Ő örök, tökéletes, hatalmas Isten, mi pedig mindennek az ellenkezői vagyunk. Milyen jó lenne nekünk kapcsolatba kerülni vele. Most bocsássad meg a nagyon profán hasonlatért, ez is most jutott eszembe, miközben mondatot mondtam, hogy hány ember rohan autogramért híres emberek után. Ezt úgy mondják, hogy egy celeb ünnepelt emberek után. És milyen lenne, hogy valakinek van mit tudja, hány millió követője a Facebookon, azt hiszem ezt így tartják nyilván, és egyszer az az illető ide jönne valakihez, Magyarországra, valami, ki tudja milyen ismert hollywoodi híresség vagy bárki, és ott nyomná a csengőt, hogy de ő meg akar vele ismerkedni. És az, aki bent van, hát gondolom, hogy ha olyan típus, hogy ő neki ez fontos, akkor felrobbanna az örömtől, hogy micsoda megtiszteltetés, ezt nem is érti. De azért azt furcsálnánk még, hogyha nem is rajongó, hogy hát ki sem megy, vagy hát nem is kérdezi, mit óhajt, meg jaj, hát igen, láttam önt a tévében mondjuk, hogy olyan személyiségről van szó. Tehát egy ilyen hétköznapi helyzettel próbálom ezt illusztrálni nektek, hogy milyen abszurd, amit le van írva, hogy nem mi kopogtatunk a leghatalmasabb lény ajtaján, megtudván, hogy esetleg szóba áll velünk, hogy még hajlandó meg is ismerkedni velünk, valahonnan esetleg ezt hallottuk volna, hanem fordítva, az egész Biblia arról beszél, az Isten felajánlja nekünk az ő vele való közösséget, a kettőnk közötti kapcsolatot, és itt konkrétan az van leírva, hogy ezügyben ő keres bennünket. Kérdés az, hogy ez milyen ajtó. Ez az ajtó a Biblia szerint, ez mindenkinek az egyéni ajtaja, de nem a nyilászáró, hanem a jelképes ajtó. Ugye ez János 10-ben is van, azt hiszem a jópásztor példázatánál, hogy az ajtón megy be, vagy nem az ajtón valaki. Hát itt értelme jelképesen, tehát, hogy az embernek a szívéhez, az értelméhez, a lelkéhez vezető útnak a határa, ahonnan kiszoktunk zárni rendszerint mindenkit. Néha meg válogatás nélkül beengedünk mindenkit, de ez egy másik kérdés. És azt olvassuk, hogy az Úr azt mondja, hogy ő az ajtó előtt áll és zörget. Ugye normális, tisztességes ember így szokott megjelenni, nem? Tehát, hogy jelzi, hogy megjött. És a házigazda meg eldönti, mit csinál. A nem tisztességesek rátörik az ajtót mondjuk a házigazdára. Ő is rátörhetné, ő is benyomulhatna az életünkbe, de nem teszi ezt. Azt mondja, hogy ő jelzi, hogy itt van. És az a kérdés, hogy ez a közeledés, amiről itt olvasunk, ami az ő közeledése, ami ha azt tesszük egy megalázkodás a maga nemébe, hogy a teremtő a bukott teremtményhez próbál bebocsájtást nyerni úgy, hogy az akarja is ezt és elfogadja, mert ha nem, akkor ő nem erőlteti bele magát az életébe, nem erőlteti rá magát. És hogyha ez igaz, akkor kimondhatjuk, hogy ez a kapcsolat nem rajtunk múlik, hanem rajtunk. És hogyha még nem lettünk hívővé, akkor ennek nem az Isten az oka, hanem olyan értelme, mi vagyunk az okai, hogy ezzel a kérdéssel nem foglalkoztunk, nem álltunk szóba, nem kezdtük felgöngyölíteni az életünkben. Fontos kérdés, ugye összefügg a kettő, azért tettem egymás után a két diát, nem ugyanaz, de szorosan összefügg, hogy ez a helyzet, amiről most beszéltem, ami egy padhelyzet, a legtöbb ember életében egy padhelyzet, hogy Isten kívül van, szeretne bejutni, de csak ellenőrzött módon, tehát az illető hozzájárulásával, tudatával, megnyilásával, és így telnek el sokszor emberi életek, egy egész ember életet telhet így. És azt mondja, a következő kérdésünk így fogalmazta meg, hogy meddig áll az ajtó előtt, meddig állhat fenn ez a helyzet. Ugye hát azzal kezdtem, hogy sokáig mondtam, ugye, hogy egy egész emberi élet eltelhet úgy, hogy az Isten nem kap bebocsájtást, ami nem jelenti azt, hogy nincs ott, hogy nem próbálkozik. A Bibliában is olvassuk, hogy ha Júdás már rég eltökélte magát, hogy mit tesz,
már le is paktált a papokkal, már el is ment az utolsó vacsoráról, hogy elárulja a mesterét a korábban megkötött titkos szerződés értelmében, a papokkal kötött szerződés értelmében. Amikor elfogják Jézust, az Úr még mindig azt mondja neki, hogy barátom, miért jöttél, Júdás, csók, halárulod az ember fiát. Tehát, mintha próbálná ébrezgetni a már megtompult, megkeményedett lelkiismeretét Júdásnak. Ő még akkor is kopogtatott, ha azt veszem. Ez is egyfajta kopogtatás. Ugye a kopogtatás, amiről itt szó van, az nem egy hallható kopogtatás, az egy átvitt értelemben vett kopogtatás, mikor valami nem hagy nyugodni, valami keresésre ösztönöz az életemben. Valami olyan, mint amikor Pálnak azt mondta, hogy nehéz neked az ösztök ellen rúgódoznod. Pál életén is kopogtatott. Egy frankó, belevaló farizeus életén is. De ott végül beengedték. Sokáig kopogtat, az egész emberi életen keresztül kopogtat, de ez nem lesz vég nélkül így. Az egyes ember is eljuthat egy olyan megkeményedésre, hogy már esélytelen a kopogtatás is, erre is vannak példák a Bibliában, de egyszer le is jár a kegyelem idő, erről már beszéltünk a korábbi részekben, és ott már nincs tovább lehetőség arra, elszalasztottuk azt, hogy beengedjük az életünkbe azt a valakit, akit pedig, ha beengedtünk volna, Péter szerint kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeztünk volna, hogy ilyen ismerősünk van nekünk, saját megváltónk van, aki meghalt a bűneinkért, és aki az örök életben is velünk akar lenni. Ha ez így van, hogy sokáig, de nem vég nélkül, akkor ebből logikailag következik valami, tudnék, hogy most kell élni a lehetőséggel, amíg kopogtat. Minden jel szerint még kopogtat, még nyitva a kegyelem ajtaja, még áll a kegyelemidő, ő még próbál bejutni az emberi lelkekbe, életekbe, a gondolkodásodba. És itt van egy fontos kérdés, és erre futtatnánk ki az egész mondandómat, hogy nincs erre időd? Nincs, nagyon sok ember hivatkozik arra, hogy hát az Isten nem látható, most ezzel ne foglalkozzunk, ugye mondják, erről az elején volt szó. Vagy azt mondja, hogy ő nem zárja ki egészen az Isten létezését, de hát neki most erre nincs ideje, hogy ilyen hitbeli dolgokkal foglalkozzon, neki dolgozni kell, fenn kell tartani a családját, majd ha több ideje lesz, majd ha nyugdíjas lesz, vagy sokan hivatkoznak ilyesmire. Hát én erre mondom azt, hogy ha nincs időnk, ha most nincs erre időnk, a mostan most a jelen helyzetet értem, a karantén helyzetet, a kényszerű tétlenséget, amikor azt olvasom, hogy fellendült a társasjátékok piaca, mert az embereknek vagy el kell tölteni az időt, mert nem mehetnek oda, ahova szoktak menni, új megoldásokat kell találni, gyakorlatilag most a nagy kihívás az, hogy hogyan tegyük tartalmassá, szórakoztatóvá ezt a sajátos életvitelt, amiben vagyunk. Ezért kérdezem azt, hogy ha most nincs időd arra, hogy szóba állj az Istennel, akkor mikor lesz? Mert ha újraindul a gazdaság, újraindul az élet, akkor ugyanazt fogjuk folytatni a rohanás szempontjából, ahol korábban. Szerintem most van itt az ideje annak, hogy adjunk egy esélyt ennek az egész kérdésnek. Adjunk egy esélyt Istennek, adjunk egy esélyt a hitnek, adjunk egy esélyt a Bibliának, és rá fogunk jönni, miközben esélyt adunk neki és ezeknek a dolgoknak, valójában saját magunknak adunk esélyt. Egy olyan esélyt, ami egyszeri, ebben az életben van, ami elég törékeny, mint látjuk, nem tudjuk, mikor ér véget az életünk, és a tétje nem kevesebb, mint az örök élet. Az én célom az volt a mondandómmal, hogy elétek tárjam ezeket, és arra buzdítsalak titeket, hogy adjatok egy esélyt. Aki hívő, az erősödjön meg ebben, hogy ő nem esélyt akar adni az Istennek, az már megvolt korábban, ő haladni akar ezen az úton. Ő azt akarja, hogy olyan legyen a közössége Krisztussal, a közös ismerőssel, mert testvéreivel is szorosabbá teszi a közösségét, és nem szeretné azt, hogyha ebben a kapcsolatban még lennének tartalékok, emlékeztek, ezt mondtam, az rég rossz, hogyha tartalék van, ezt maximumon kell járatni. Keresnünk kell, és ez is rajtunk múlik, hogy mennyire intenzív ez a kapcsolat. Mennyire nyitjuk meg az ajtót. Vannak emberek, akik megnyitják az ajtót, aztán hamar vissza is zárják, nem tudják, nem merik nyitva tartani. Én azt kívánom nektek, hogy tartozzunk azok közé, akik ezt egyszer eldöntik az életükben, ezt az ajtót kinyitják, és vigyáznak rá, hogy ne záródjon be. Azt hiszem a csurgóiaknak, a gyülekezetemnek, ezt már meséltem egy régebben egy pár éve hasonló témában, hogy van egy ajtó, a fürdőszoba ajtó, ami valami úgy van beállítva, hogy már próbálkoztam vele, hogy
ha nyitva hagyod, de nem a legszélső pozícióból, csak egy picit is hamarabb, akkor azt hiszed, hogy nyitva marad, de olyan szép, diszkréten, észrevétlenül, halkan, elegánsan becsukódik. Nem kilincsre, azt már nem tudja, mert nincs lendülete, de visszahajlik. És nekem ez jut eszembe sokszor a mi hívő életünk kihívásairól, hogy mi is, amikor megtértünk, tágra tártuk az ajtót. Meg azóta biztos vagyok benne, hogy már többször is az Úr előtt. De szerintem a legtöbbünk életében ez az ajtó úgy működik, mint a mi fürdőszoba ajtónk, hogy szép, csendben, lassan, halkan, úgy, hogy észre se vedd, mert úgy hatásos igazán tűnik, úgy éri a célját, visszazáródik, és már megint kintről kell kopogtatni annak, akinek bent kéne lenni. Én azt kívánom nektek, hogy tartozzunk azok közé, akik kinyitják az ajtót, igényük az, hogy nyitva legyen, és még figyelünk is rá, hogy ezt az ajtót nyitva tartsuk az életünkben. Mert ha ez így lesz, akkor olyan valaki lesz jelen az életünkben, aki megtisztelő, hogy jelen van, aki megoldja az életünket, a problémáinkat, aki megkímél bennünket, megóv bennünket attól, hogy hibákat kövessünk el, hogy szaporítsuk azt, amit korábban szaporítottunk, hibaként az életünkben, és aki tud segíteni abban is, hogy ami hitünket, ami meggyőződésem szerint minnyájunk számára becses, és valahol ott dobog minnyájunkban az a vágy a szívünkben, hogy megosszuk másokkal is, hogy erre alkalmak teremtődjenek. Ezért legyünk őszinték, hogy átadni valakinek valami olyat, ami nekünk sincs, vagy csak részlegesen van meg, egy merőben más helyzet, mint az a niagarás hasonlat, ha más nem, akkor ezt jegyezzétek meg magatoknak, hogy szeretnék olyan mértékben közösségben lenni Krisztussal, betöltekezni vele. Szeretném, hogyha olyan mértékben jelen lenne az életemben, hogy rám is igaz legyen ez a hasonlat Ellen White-nak, hogyha akarnám, se tudnám visszatartani magamban azt, hogy beszéljek róla, de nem is akarom visszatartani. És akkor megtapasztaljuk azt is, hogy nincs nagyobb öröm annál, mint hogyha sikerül embereket ehhez az egész kérdéskörhöz, a Bibliához, Istenhez közelebb hozni, ami az én célom is volt ezzel a mai nappal. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, látom, hogy egész szépen összegyűltünk megint a szokott nagyságrendű közösség. Remélem, hogy követhető volt, technikailag is nem volt zavaró, a kép most talán nem ugrált, úgy láttam, mint a múlt alkalommal. A fény az változik, mert sajnos a napot teljesen nem tudom kizárni, és változik. Talán ez is olvasható volt, ha nem, akkor próbálom délután feltölteni a YouTube-ra, a csatornámra ugyanezt a videót, a másik eszközzel felvettem, és ott lehet, hogy jobb minőségben megtaláljátok. Még egyszer köszönöm a figyelmeteket, és akik erre készek és nyitottak, azokat egy imára hívom befejezésül. Szerető mennyei jó atyánk, nagyon hálásak vagyunk azért, hogy az Úr Jézus Krisztusban nekünk nem csak egy személytelen megváltót adtál, hogy éppen kiegyenlítsd a mi bűneink terhét az ő halála által, hanem nekünk élő, személyes, szerető Urunk és Mesterünk van. Olyan jó olvasni az alapígényben Péter apostol emelkedett szavait, hogy nem csak azok, akik egykor vele jártak, mint ő is, hanem mindazok, akik hallottak róla, az akkori kortárs megtért tanítványok, akiknek a levelet is írta, és mi is, akik ennyi idővel később hallunk Krisztusról. Noha nem láttuk és nem látjuk őt, de mégis szerethetjük őt, hihetünk benne, és egészen személyes ismerősünk és megváltónká lehet. Abban erősödtünk meg, és abban hiszünk, hogy valóban az egymással való közösségünknek is ez lehet az egyedüli igazi alapja, az amúgy jó dolgok az elvek mellett, nekünk az élő Krisztus kell, hogy bennünk lakozzon, és a közösségünk alapja és támasza legyen. Arra kérünk, hogy amit most közösen átgondoltunk, segíts újra átgondolnunk magunknak egyénileg is, segíts, hogy keressük az életünkben azt, hogy mit kell elhárítanunk ennek az útjából, hogy ez valóban kiteljesedhetne, és kérünk, add meg azt a csodát mindnyájunknak, hogy mi magunk is élvezőivé válhatnánk annak a szeretett közösségnek, amiről te beszélsz, és ezáltal akaratlanul is a missziónknak, a másokért végzett munkánknak is egy hatalmas eszköze legyen ez a kisugárzás. Ez mindnyájunk vágya a magunk életében, a magunk gyülekezetét illetően. Kérünk, hogy eszerint hallgass meg bennünket. És ez alkalommal is kérünk arra, hogy hallgass meg bennünket azokért is, akik most is, ez idő alatt is kórházakban feküdtek, akár ebben a mostani szörnyű járványban, akár másféle betegségben,
és emlékezz meg, kérünk, az ő ápolóikról, orvosaikról, akik áldozatot vállalnak, sőt kockázatot, életveszélyt is, azért, hogy segítsék őket. Arra kérünk, hogy oltalmazd az egészségügyi dolgozókat is, a rendfenntartókat, mindenütt, akik fáradoznak és áldozatot vállalnak. Gyógyítsd a betegeket, kérünk, és enyhítsd ennek a járványnak a hatását, ami egész emberi nemzetségünk életében. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket az Úr Jézus nevében. Amen. Köszönöm még egyszer a figyelmeteket. Ha jó Isten megadja élni, akkor egy hét múlva visszavárlak benneteket. Köszönöm szépen.